Nagyon nagy a változás a keretünkben, hiszen 9 távozó játékos van, és ugyanennyi érkező játékos is van a csapatunkban, de az fontos üzenet, hogy fiatalodott a keretünk, hiszen a távoló oldalon elég, ha megemlítem a Vaskó Tamást, az Apostopuloszt, Tóth Egy Balást és Szekeres Adriánt, de említhetem a Somodi Bencét is, akik mind-mind rutinos játékosok. Az érkező oldalon pedig főként akadémisták, mint például a Spandler Csaba, a Makrai Gábor, vagy a tehetséges Sallai Roland, hogyha megemlítem, aki még gyakorlatilag 17 éves játékos, illetve azokkal a játékosokkal kiegészülve, akik korábban akadémia színeiben futballoztak, majd most a Videotonban, és onnan érkeztek vissza hozzánk, mint például a Tar Zsolti, a Pap Máté és a Hudák Martin. Persze rutinos játékosok is érkeztek a csapatunkhoz, a Góher Gergő nevét sokan ismerik, ugye a DVTK-ban játszott korábban, illetve tavaly Mezőkövesdben futballozó Harsányi Zoli, és igazoltunk egy külföldi játékost is a kapuba, második számú kapusnak, illetve nagy verseny lesz az első számú kapus posztért, ő pedig a Danilovics. Úgy gondolom, minden játékos erősítést fog jelenteni a csapatunkban. Meglátjuk, hogy a fiatalok milyen szereplést fognak tudni kapni az NB1-ben, de én bízom benne, hogy igen, mert az eddigi felkészülési mérkőzéseken nagyon jól szerepeltek. Persze ez egy folyamat, amíg megérnek arra, hogy az NB1-be is játszhassanak. Nem fogjuk elkapkodni beillesztésüket az első csapatba, de aki megérdemli, az mindenféleképpen helyet követel magának majd.